Mit teszel, ha az élet kiválaszt? Dönthetsz úgy, hogy nem csinálod. Dönthetsz egy biztonságosabb változat mellett. A hivatásod választ téged. Amikor egyre többet festettem, annyira megszállottá váltam, hogy a lakásomban már nem tudtam hová menni. Minden teli volt festményekkel. A bútoraim már váltak. Ezeken ettem. Egy idő után körülnéztem, egy sivár New Yorki téli napon, és olyan nyomasztó volt. Azt hiszem, nekem színek kellettek. Lassan unalmassá válik ez a minta, tudod? Bele kellene húznom néhány vékony csíkot bíborral. Kialakul a legeslegszebb szín. A festmény színeiből meg lehet mondani, hogy mit szeretek. A sötét árnyalatokból megtudható, mi zajlik a lelkemben. Az élénk színekből pedig megsejthető, hogy mit akarok. Hajnali 5 van. Haladok egy kicsit ezzel is. Nagyon király, ami ezekkel a dolgokkal történik, mert eleinte nem vagyok tisztában azzal, hogy mit jelent egy szobor vagy egy festmény, pedig azt hinnénk. Legtöbbször egy tervvel állok neki, de aztán egy évvel később rájövök, hogy a festmény megmutatta nekem, mit kell tudnom az egy évvel korábbi önmagamról. Szerintem azt tesz valakit művésszé, hogy a lelki életéből vesz motivumokat, és fizikai formát ad az érzései vagy a vágyai által inspirált témáknak, vagy amiről azt hiszi, hogy a nézők vágynak rá. Szeretem a függetlenségét, imádom a szabadságát. Senki sem mondja meg, hogy mit tehetek, és mit nem, legtöbbször. És van benne közvetlenség. A művészetnek a tudatosságunkat kell szolgálnia. Ezzel egy időben azt reméled, hogy olyat alkotsz, ami másoknak is jelent valamit. Gyerekkoromban a nap felét a nappaliban töltöttem. Szórakoztattam a családomat, a másik felét pedig a szobámban, egyedül. Verseket írtam és rajzoltam. Nekem nem volt büntetés, amikor azt mondták, menj a szobádba, mert az én szobám maga volt a mennyország. Én szerettem egyedül lenni. Az emberek különbözőképp próbálnak eredetiek lenni. Nekik van motivációk is. Tudod? Ők motiváltak. Mindig rajzoltam, de nem festettem túl sokat. Majd egyszer, 6 évvel ezelőtt, akkoriban, amikor gyógyítgattam az összetört szívemet, úgy döntöttem, hogy festeni kezdek. Ha szerelmes vagy, súlytalanul lebegsz. Ám ha elveszíted ezt az érzést, újra be kell lépned a légkörbe. És az elég durva is lehet. Ahogy egyik molekula pattan le rólad a másik után, egyre gyorsulsz, majd egyszer csak meggyulladsz és felrobbansz. Míg nem találsz egy másik szívet, ami épp ezen ment keresztül, de már földet ért és kihűlt. És akkor újra lebegni kezdesz. A Jézust körülvevő energia hihetetlen izgalmas. Nem tudom, hogy Jézus valódi-e, hogy létezette. Nem tudom, mit jelent, de azzal, hogy lefestettem Jézust, egyfajta keresztény tudatosságot akartam közvetíteni. Azt akartam, hogyha belenézünk a szemébe, azt érezzük, hogy elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. Azt akartam, hogy bámuljon ránk és gyógyítson a festményen keresztül. Minden népcsoportot megtalálhatunk Jézus arcában. Szerintem mindenki így képzeli előtt, a saját képére formálva. Ez nagyon szép. Azt hinnék, kiválasztom a színeket, de csak oda nyúlok egyért.
Nem tudom, mit tanít nekem a festés, csak azt tudom, hogy felszabadít. Megszabadít a jövőtől, a múlttól, a megbánástól, az aggodalomtól. Odabent valami mindig történetet mesél. Hiszem, hogy minden, amit látunk vagy hallunk, az beszél hozzánk. Ennek az egésznek, és mindegy, hogy a színjátszás, a festés vagy a szobrászat, a lényege a szeretet. Meg akarjuk mutatni magunkat, és azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Szeretem, hogy élek, és ezt az alkotásaink bizonyítják.